hipológiai az a magyar lovas szakjában, egyik leggazdagabb a világon. Ezt megyfejbe hajló kiegytelen fejnek mondják ezt a szép szint, ami a panca elénk lomagolt, és igazán jó arányokkal, nagyon jó mozgással, nagyon elegáns párost látunk. Tessék megnézni, milyen szép hosszú nyaka van, gyönyörű szépen ívelt, egy alkotilag lovas embernek, egy sportolásnak is, nem csak kanadányozőnek, egy nagyon tetszett is kérdezőnek. 18 éves tárgyal. Ilyenkor a lovas minden profi trükkét bedobja, ha előről nem megy oldalról, ha oldalról nem, akkor elfaroltatja a lovat, de végül is sikerült egy kis ésszel túljárni a lovak adatán, vagy akaratlanságán, és sikerült a lovat felvenni. Tehát sajnos itt egy hibapontot gyűjtött a lovas, de nagyon szép térülő vártával már is jön a hűfelelet felé. Kérem a lovasok, hogy keressék a helyet ott, ahol de látszik, hogy jön ki a ló, hogy csánkik hátul, a hátul sorában a csánkik belesített a viszabba, tehát keressétek a helyet, ahol a legegyszerűbb átkérni már mondjuk a 5 méteren belül. Nagyon szép, elegáns. A magyar sportoló, mint fajtáról azért még néhány szót szóljunk. Ezt a 70-es években regisztrálták kirak fajtaként, és úgy került be a magyar tenyésztésbe. Igazából egy mezőhegyessel összegyűjtött és oda összpontosított júlugró keretes sportjellegű pancállományból, és olyan ménekből, amelyek jó tűzőeredményeket, sporteredményeket mutattak, hoztak létre egy elég populációt, és ez volt a fajta alapja. Nem állt tiszta bérben tenyésztik, gyerekhelyen kapja a jelzését, az azonosítását, a magyar szemkoronát sütik be a ló gyerekhelyére. Thank you.
kérem a névesszőket összeszedni a jószolgálatot. Jöhet a következő feladatsor. Ott a víz mellett van, bent a vízbe. Másik oldal. Másik oldal. Hogy is arra mész? Török életre nem marad, de azért kérem a pályaszolgálatot jelezni, hogy minden önöknek. Most jön a lány, aki ilyen meleg volt a ruhája. Nem, jó. Most nem tudom ki nem beszél. Annak nagyon jó ideje volt, csak egyet hibázott. És így aztán pár másodperccel volt jobb. Nagyon szép volt a hátraléptetés. És akkor nézzük a nagy menetet, a nagy vágtát. Lányt. Nagyon szép volt. Kértes a távolságbeosztás. Igen, csak szép ugrás. És jöjjön az a versenyző, jöjjön Horváth István, jöjjön Vénusszal, dobogjon a magyar zászló. Nagyon nagy kapcsok kérem, Horváth István és Vénusz. Ebben a pillanatban. 9, 48, 76.